Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják. Tartsanak velünk! Sebestyén Ádám díj. Keresztes Andor Székely referens is megkapta a rangos elismerést. Hagyományokról és babonákról meséltek az asszonyok kismányokon. Több száz érdeklődő Szentegyházán. Két év után ismét megrendezték az őszi hadjáratot. A bukovinai székelyek búcsúja és székely találkozó első napján Sebestyén Ádám díjakat adtak át az arra érdemeseknek, köztük a bukovinai székely származású Keresztes Andor kerületi esperesnek, aki a Mária Gyűdikegy templom plébánosa, valamint a Pécsi Egyházmegye székely referense. A Sebestyén Ádám díjat 1996-ban alapította a Székely Szövetség, és azoknak ítéli oda, akik az ősi bukovinai székely kultúra őrzésében és ápolásában kiemelkedő tevékenységet folytatnak. 2022-ben az ősi székely kultúra ápolásáért és megőrzéséért, a hagyományos kismányoki székely búcsú szervezéséért Sebestyén Ádám díjban részesült Keresztes Andor esperes, Mária Gyűdi igazgató plébános, a Pécsi Egyházmegye székely referense. A bukovinai székelyek hagyományos búcsúját idén október 8-án tartották kismányokon a Magyarok Nagyasszonya templomban. Hát nagyon egyszerűen élem meg a székelységemet, mert ez vele járója az életünknek. Ebbe születtünk, ebben nőttünk bele. A Sebestyén Ádám díjnak nagyon örültem, és nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy rám gondoltak, hiszen a Sebestyén Ádám bácsit, Kakasdi Kántor bácsit én még személyesen ismerhettem. Nagyon sok gyűjtése volt, nagyon sok minden régi értéket könyvformájában megörökített, énekeket, egyházi hagyományokat, Kakasdon indult el a betlehemezés is. Sebestyén Ádám bácsi egy közvetlen ember volt, kántorként élte Kakasdon az életét, összeszedte maga köré a fiatalokat, néptáncos csoportot alakított, hagyományőrző csoportot, ami mind a mai napig működik, nevéhez kötődik, és nagy-nagy tisztelettel vettük körül őt életében is, és halálában is méltón emlékezünk mindig róla. Hála Istennek, hogy különböző székelykörök működnek Tolna és Baranya megyébe. Nekem a feladatom lesz, mint referensnek ezek a székely köröket meglátogatni, személyesen beszélgetni velük, az éves programokat átbeszélni, mind a Mária Gyüdi búcsút, mert két pilléren áll a Mária Gyüdi búcsú és a kismányoki búcsú, meg ami köztük van a saját ünnepeiket, például nagymányokon, kismányokon, bonyhádon, hogy ennek én is szerves részese szeretnék lenni, amennyire időm és energiám engedi. Ami nehézség a fiatalokat összehozni, mert elszármaztak ők is a falvakból, családból kirepültek, új életet kezdtek, és ahol működött eddig sok a néptánc, az a kis közösség, amelyben ők voltak, azok most felbomlóban vannak, mert nincsenek itt. A jövő nemzedékét megszólítani és elültetni a szívükbe ezt a székely, bukovinai székely hagyományt, hogy erre büszkék legyenek és az életük részeivé váljon, ez nem könnyű feladat. Úgy kezdődött, hogy én Tolnán voltam plébános, és az országos 10. székely találkozót Kakasdon rendeztük meg. Kakasd akkor hozzám tartozott, én jártam ki Kakasdra, mert akkor nem volt papja, és két éven keresztül Tolnáról mentem minden nap Kakasdra is. Ott indult el 2005-be egy mélyebb ismeretség, mélyebb barátságok. Az akkori elnökkel, egyházközség elnökkel, Sebestyén Anti bácsival rendeztük meg ezt a székely találkozót, és azóta, hogy kismányokon is megrendezésre került, ami már hagyományos búcsúként, általában én a gyalogos zarándoklaton veszek részt Bonyhától Kismányokig,
Hála Istennek a kismányoki közösség ugye Tiborral, Illés Tiborral annyira megerősödött, hogy ilyen apróbb szervezési munkák már nem rám tartoznak, de magát az ünnepet leülünk, megbeszéljük, vendégek fogadását, szentmisét, és én inkább a gyalogos zarándoklaton voltam most jelen jobban. Ez egy új dolog. A mostani püspökünk, Felföldi László nevezett engem ki, mivel látta, hogy itt Mária Gyüdön is, és Kismányokon is, meg így a székelységben én voltam jobban jelen. Én vagyok még az a generáció, aki az öregek mellett élt, élnek bennem a hagyományok, sok mindenre emlékezem, talán nálunk Kisdorogon mélyebben megvoltak ezek a székely gyökerek élve, ápolva, és ezért látta jónak, hogy legyen a székelyeknek is egy referensük, mert a sváboknak is, a németeknek is van referense egyházi oldalról, ki összefogja az ott való közösségeket, és a horvát származásúaknak is van. És az a csodálatos, hogy mind a három nemzetiség ide összpontosul Mária Gyüdre, mert mind a három nemzetiségnek itt vannak a fő bucsújai. Fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Mik a gyökereink, és hova tartunk, mik az értékeink. És azért fontos, hogy megvalljuk ezt, hogy kimondjuk és vállaljuk ezt a világ fele is, hogy igen, mi katolikusok vagyunk, keresztények, székelyek, svábok, felvidékiek, horvátok, mert ez hozzánk tartozik, a mi egyéniségünkhöz. És ki vállalja, ha mi nem? Viszonylag most Mária Gyüdön egy csendes időszak következik, de még mozgalmas az advent is nálunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember a békéért imádkozik. Ezt érezzük a saját bőrünkön, az árak emelkedésén, mint a boltban, mind a gáz, villanyáraknak a fölemelésében, ami a háborúnak a következménye. Beszélnek arról, hogy város szerte majd a közvilágítást is le fogják kapcsolni. Beszéltünk a polgármester úrral, hogy ezt az adventet mégis városi szinten, hogy tartsuk-e meg. És akkor mondtam, hogy igen, szerényebb formába, de legyünk jelen az emberek életébe, világítsunk, és én úgy gondolom, hogy most egy kicsit az advent visszanyeri az értelmét. Mert mi ezekkel a vásárokkal, a külső csillogásokkal úgy elfedtük a mi emberi sötétségeinket is, és egy kicsit az adventnek a csendességét is megtörtük. Ez a 4 hét az egyházban mindig egy kis önvizsgálat ideje. Egy születésre készülünk karácsonykor. Nem mindegy, hogy az ünnep által mi születik meg bennünk, ki születik meg bennünk. És ez jó egy kicsit az ember, hogy a világtól egy kicsit lecsendesedve érkezzen meg az ünnepbe, hogy ne úgy beessünk az ünnepbe, vagy átessük rajta, hanem megérkezzünk az ünnepbe. Most az adventnek ez a várakozás ideje, a 4 hét, ez erre szolgálna. Ugye az egyház mindig jelképekbe gondolkodik. Most az adventi koszorú, ha így megnézitek, az emberi teljességet mutatja számunkra, mert a koszorú a zöld, a remény színe. A lila szín, a bűnbánat színe, és van egy rózsaszín, vagy fehér, az az öröm színe. Hát nem létezik emberi élet se bűnbánat, remény és öröm nélkül. És ez egy kicsi megérkezést ad, kicsi vagy lelassulást az életbe, ez az adventi idő, és ezt ki kell használni önmagunk miatt, hogy tudjunk ünnepelni, ne kifele a külsőségekben, hanem kicsit belül ünnepeljünk. S talán ez a csendesség, ez a békétlen időszak, talán egy kicsit így lesz megnyugvásunkra. Közös litánia gyertya és kalácsosztogatás halottak napján, elfeledett énekek, a holtak felravatolozása. Arról mesélt stábunknak két székely asszony, hogy milyen hagyományok és babonák járták körül a halál témáját akkor, amikor még ők is gyermekek voltak.
Minden évben november elején emlékezünk meg a halottakról a katolikus egyház tanítása szerint. Manapság egy koszorúval, virággal és gyertyákkal látogatják meg a sírokat a hozzátartozók. Régen azonban ez is másképp volt. A Székelynek születtem. A Székelyek voltak a szüleim. Kint születtem Andrásfalván. Igen, és 3 éves voltam, amikor az édesanyám meg is halt. Úgyhogy árva voltam, mind a falevél vitt a szél. És akkor 41 tavaszán telepítettek haza Magyarországra. Arra nagyon emlékszek, már vonatba, hogy jöttünk. Az olyan nagy öröm volt, hogy hazajövünk Magyarországra, mert én már akkor kellett volna menjek iskolába, nem is mehettem volna, csak román iskolába. És akkor így Bácskába kezdtem az első osztályt, és a 3-at, és akkor onnan el kellett meneküljünk. Az egy borzasztó dolog volt. A halottak napján emlékszek jól, nagyóval, hát nagymama, úgy mondtuk nagyó neki, templomnál gyülekeztek, már akkor kimentünk a temetőbe, akkor mindig mentem a mamámmal, mondom így, nem mondom, hogy nagyó. És akkor ott a templomhoz odaértünk, akkor olyan volt, szokás volt, hogy egy kis vékony gyertyákot vettek, és azt osztogatták a gyerekeknek, hogy azt gyújtsák meg a temetőbe, és imádkozzanak a halottakért. És akkor én is kaptam, de jó sokat, mert jó marékkal volt, alig tudtam összeszorítani. És akkor, mikor kiértünk, akkor vége volt a litániának, és akkor utána mentünk a halottainkhoz, a sírhoz. Akkor én is mentem, és akkor oda mamámmal odaraktuk a gyertyákat édesanyám sírjára. Meggyújtottuk, imádkoztunk. Ott, mikor hangosan, nagyon sokat imádkoztunk a halottakért, hogy a lelkiket mentse meg a Jóistenhez, jussanak fel a mennyországba. Így imádkoztunk. És ez volt, amit a temetőbe töltöttünk halottak napján. De volt olyan is, hogy jöttünk hazafele a temetőből, és akkor voltak olyanok, akik jó kalácsot, meg kenyeret sütöttek a kemencébe, és azt nagyon szépen felszeletelték, beletették egy ilyen fa, teknyők voltak, mert az volt a legtöbb, a kisebbe, és akkor ezt úgy osztogatták a gyerekeknek, felnőtteknek, még ha úgy volt, akkor volt, akit meg is kínáltak pálinkával. A halottakért tettek sokat, mint hogy a halottakért, a lelki üdvéért, hogy a mennyországba jussanak. Az asszony elmondja, sok gyerek halt meg még abban az időben. Úgy emlékszem, mert nekem is halt meg kis testvérem, több is. A nevelőanyámnak is, meg édes testvérem is. Akkor úgy előkészítették a picike kis koporsot, és akkor volt ilyen ravatalozó, vagy nem tudom, hogy kell, hogy is mondták annak, szemiájlovának. Olyan szép kis izék voltak, úgy mondtuk, hogy bugyogót csinálva, nálatok is biztos, nem? Nem. Olyan szép kendőkből, hogy a kisgyerek volt oda betéve, és úgy válikon vitték ki a temetőbe a picikéket, így volt a temetése. Hát elsiratták, siratta az édesanyja, mert neki fájt nagyon, de ilyen volt az élet. Nagyon sok kisgyerek meghalt. A temetés után tortültek a rokonok és a barátok. Volt, mindig hívtak valakit, aki, mert nem márt mindenki ugye halottal várni, de volt olyan ember, aki gyorsan azt mondták, hogy felfereztik. Így mondom, így szokták mondani. És akkor megfüröztette, hogy vízes ruhával átterülgette, meg minden, és akkor felöltöztették, a legszebb ruhát adták rá. És akkor úgy helyezték koporsóba, és akkor úgy nyitva hagyták. Akkor úgy volt, hogy 2 nap azt hiszem, és 1 éjszaka, vagy 2 éjszaka, 2 nap a vírasztás. Akkor mindig ott volt valaki, mindig ott volt a halott mellett, így beszélgettek, ahogy mi most beszélgetünk, és imádkoztak akkor is. Meg akkor volt, hogy akinek volt, akkor megkínálta valami innivalóval. Így telt, így emlékszek én a dolgokra. És akkor utána ugye betették a koporsóba, és a válikon vitték a legtöbbet, a fiatalt főleg. Az idősebbet, ha így olyan már később volt, hideg volt, akkor lóas kocsiba, és akkor úgy vitték ki a temetőbe. Ezekből a hagyományokból talán még a halotti tort tartják az emberek. Az imádság az ugye, az fennmaradt bennünk, sokat imádkoztunk. Hazamentünk a temetőből, mi megmaradt gyertya, volt egy olyan kisebb asztalunk, azt soha nem felejtem el. Körültérdeltük, és imádkoztuk még a gyertyáiget, hogy mennyi mindent összeimádkoztuk.
mindig emlegették, hogy kisebb voltam, a apámnak ott egy húga, azzal aludtam, és akkor ketten is sokat imádkoztunk, hát 9 évvel idősebb volt. Imádkoztunk, és akkor utána mindig el kellett mondani, hogy nagyapó ér, nagyó ér, Andris Báér, Fábián Báér, a sorba az egészet mondani. És akkor nevették, hogy én megsokaltam, és mondtam, még hányan vannak hátra. Hadikfalván születtem, és 6 éves voltam, amikor kijöttünk Bácskába. Itt kezdtem iskolába járni, Bácskába már. És onnantól aztán nagyon futott az idő. Illés Gáspárné családja Kétyen telepedett le. Elmondta, ő nem nagyon emlékszik a halottak napi hagyományokra. Halottak napjára arra nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy édesanyám sütött ilyen kis cipókot, és tarisnyába tettet, és abba anyám belé rakta, és elküldött, hogy most ide menjetek, most oda menjél, és oszd el ezt a gyermekek között, vagy a szomszédok között. De ilyenek voltak, hogy arra emlékszem, hogy el voltam küldve, hogy vigyem el a kis cipókat, az esti imádságokat, amit mentünk virasztani. És még mind gyerekek, még minket is édesanyám elvitt, mert nem volt, akire hagyjon. És akkor addig imádkoztunk, annyi mi atyánkot, így a halottakért. És másra én sem emlékszem, csak erre. És akkor így ment a temetés. Még Kétyen is volt egy ilyen szokás, hogy amikor vitték ki a temetőbe a halottat, akkor csináltak ilyen, a fiatalok felálltak sorba, hogyha fiatal volt, ha idős volt, akkor nem kellett olyan csináljanak, és akkor kendőből ilyen ruháspálcát csináltak, és akkor úgy mind a két oldalon, ezen az oldalon is, négy ott is, és akkor úgy kísérték ki a halottat a temetőbe. Díszes volt, ugye, szép kendők voltak felkötve arra a pálcára, és úgy mentek ki a temetőbe, úgy kísérték ki. Több babona is kapcsolódik a halál témájához. Az, hogyha egy házhoz oda költözött, ritkán mentek házhoz, akkor ott úgy kavikult, olyan furcsán jelzett az, hogy tovább jelzett, akkor a szomszédok meghallották, hogy valami, és akkor mindjárt mondták, hogy valaki meg fog halni. És valóban, hogy azért vagy miért, hát valaki meghalt. És ez megmaradt így az emberekben. És az, hogy a kutya is. De ezt édesapám is szokta mondani, hogy mikor az anyám meghalt, a nevelanyám, hogy a kutya, már régen meg voltak kötve, láncra volt kötve, egész éjjel olyan csúnyán vonyított, meg bankolt, meg minden, és másnap reggelre hozták a hírt a kórházból, hogy meghalt. Azt mondta, hogy ő megérezte, mert a kutya nagyon csúnyán bankolt. Fejt még feltartott, és úgy vonyított, hogy mit. Ja, hát, hogy ha álmában az ember, az álmokról is, ha egy fa, élő fa kidől, akkor az biztos, hogy meghal valaki a családból. A halottal álmodni viszont azt jelenti, hogy eső lesz. Ez nekem bejött, az biztos. Hogyha halottal álmodok, és akkor az biztos, hogy eső lesz. Ilyen szentképek ugye falon voltak, és én soha nem felejtem el, még otthon voltam, és egy ilyen szép nagy szentkép, hogy leesett. És azelőtt hallottam mamámtól, nagyótól, hogy valaki meghal, mert neki is esett. És én akkor úgy elkiáltottam magam, hogy most valaki meghal. És egy unokatestvérünk, fiatal ember halt meg másnap. Leesett a szentkép. Igen, igen. Halottaságyat csináltak. Nyújtópadot. És akkor oda, úgy mint itt vetett ágyba volt, akkor ott is felöltöztették azt az ágyat, párnákot raktak oda, mindenféle, és az volt a nyújtópad. És akkor oda tették fel a halottat, arra emlékszem én, jól emlékszem, na még édesanyám is, apám is úgy volt elnyújtva abban a legelső szobában, a nagyházban. Szomszédok szépen odajöttek, megmosdatták, úgy, ahogy Zsuzsika mondta, felöltöztették, és akkor készen addig megcsinálták ezt a nyújtópadot, és akkor oda tették fel a halottat. Hát kit amennyit lehetett tartani, már nem sokáig tudták tartani a halottakot.
csak arra emlékszem, hogy az ilyen szép lepedőköt, szőtteseket oda felterítették oldalt, mind a két oldalt. Kibontottuk a hajunkat, meg ugye meg volt fonva a hajunk, és kibontottuk, és akkor úgy bontott hajval ott voltunk abban a szobában, ahol a halott volt. A felnőttek imádkoztak, és mi is ott voltunk. A fájdalmas énekeket azért állítólag szüntették meg, mert nagyon fájos. Most úgy szent éneket énekelnek a temetésre. Igen, hát most már igen, más. Most már más, igen. Két év kihagyás után idén ismét megrendezték az erdélyi Szentegyházán az őszi hadjárat nevet viselő kétnapos programot. A több száz érdeklődő ízelítőt kapott arról, hogy 1848-ban hogyan toborozták a forradalomba résztvevő újoncokat. A Szentegyházi Gyermek Filharmónia koncertjével kezdődött idén a 17. őszi hadjárat, mely az 1848-as erdélyi toborzást mutatja be. Nem toboroztak, hanem újonc kivetéssel állították fel az új alakulatokat. És az újonc kivetés az úgy nézett ki, hogy az udvari haditanács megadta a létszámot, hogy mennyit kell az egész országnak kiállítani, azt megkapták a megyei főispánok. A főispánok leosztották a járási főszolgabíróknak, a főszolgabírók a falvaknak, városoknak, és a bíró fogta magát, összegyűjtötte az akkori értelmiséget, a papot és a jegyzőt, és megállapították, hogy kitől kellene megszabadulni. Na, akitől meg akartak szabadulni, akkor markos legényekkel azokat összefogdosták, megkötözték, ez volt az, hogy kötéllel fogták. És elvitték ezeket a toborzó, nem a toborzó helyre, hanem a járási főszolgabírói hivatalba. Ott pedig aláíratták velük az esküt. Fogalmuk se volt, hogy miről van szó, nem is nagyon akartak. De néhány puskatus helyre tette a gondolkodásukat. Nem is volt szükség abban az időben arra, hogy börtönök legyenek, hiszen a bűnözők, vagy az éppen dolgozni nem akaró, a falu rosszai, azok bizony bevonultak a hadseregbe. 1848-ban viszont egész más volt a helyzet. Amikor megjelent a honvédsereg, akkor a fiúknak, a fiataloknak, akik most itt állnak, vagy nem fiataloknak, átfutott az eszén, hogy a szabadságért érdemes harcolni. És mit jelentett a szabadság akkor ebbeknek az embereknek? A jobbágy terhektől való megszabadulás. Nem valami elvont szabadság fogalom járt a fejükben, hanem megszabadulnak a robottól, megszabadulnak a adótól, a hihetetlen adótól. 10 évvel ezelőtt egy nagyon kedves barátom, aki a lovas hagyományőrzésben fontos személyiség, ő azt mondta, hogy el kell jönnünk Erdélybe, mert ezt a hangulatot meg kell, hogy tapasztaljuk. És akkor eljöttem vele, és azóta minden évben itt vagyok, amikor csak tehetem. És Horváth István, szekszárdi parlamenti képviselőtársam volt az, aki kezdettől minden alkalommal elkísért. És aztán egy parlamenti bandériumot szerveztünk, hogy akik szívesen becsatlakoznának, azokat itt besorozzák, és esküt tesznek a hazára, és onnantól kezdve ők is katonai hagyományőrzők, huszár hagyományőrzőké válnak. Nyilvánvalóan ez egy kulturális sok, hiszen visszamegyünk időben egy kicsikét, és itt Szentegyházán, a legmagasabban fekvő magyar városban, a Kárpát-medencében, mert hogy itt vagyunk már a Hargitán, itt összegyűlnek a Kárpát-medencéből azok a hagyományőrző huszárok, akik tisztelni akarnak. Tisztelni akarnak azelőtt, az emlék előtt, hogy BEM tábornok 1848 őszén egy toborzó őszi hadjárat keretében ezeken a falvakon végigment. És ennek emlékére itt a helyi huszárhagyományőrző egyesület szervezésében
az összes Kárpát-medencéből ideérkezett hagyományőrző is szekerekre ülve vagy lóháton körbejárjuk ezt a vidéket, és minden faluba betérve, a polgármestertől engedélyt kérve a falu közepén táncos toborzás történik, és ezzel megelevenítjük a 48-as hagyományokat és azt a kulturális közeget a népdalokkal, a kívánságokkal, a toborzással, amely annak idején valóban a világ csodájára a magyar szabadság nevét, a magyar szabadság üzenetét felemelte Európa tetejére. A 17. őszi hadjáratról a következő napokban többször is láthatnak majd hosszabb összeállítást televíziónk műsorában. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!